Átadták a malomszállót Karcagon, Szepesi Tibor polgármester karácsonyi köszöntője, F. Kovács Sándor karácsonyi köszöntője. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 24-én 18 óra 5 perckor. Egy korszerű 80 fős munkásszállót adtak át Karcagon a vasútállomás mellett a Szatmári cégcsoport beruházásában. A volt risándoló üzemi központ munkásszállóvá alakításának összköltsége 390 millió forint volt. A projekt az ITM által meghirdetett munkásszállások kialakítása elnevezésű központi munkaerőpiaci program keretében 213,6 millió forint vissza nem térítendő támogatásba részesült. A beruházás eredményeként egy teljesen felújított, 80 férőhelyes, igényes hotel körülményeket biztosító munkásszállás jött létre, 18 kétágyas, 14 háromágyas szobával, betegszobával és akadálymentesített szobával, saját fürdőszobával, önálló konyhával és közösségi helyiséggel, biztonsági rendszerrel. Ez egy régi, nem használt iroda volt, amire rossz volt rágondolni, rossz állapotú volt, és sokat gondolkoztunk, hogy mit lehetne vele kezdeni, és amíg a malmot építettük 2 évig, akkor döbbentünk rá, hogy Karcagon nagyon-nagyon nehéz megszállni, a dolgozóinknak szállást találni, és akkor pattant ki az ötlet a fejünkből, hogy mi lehetne ebből, ha csinálhatnánk egy ilyen szállás. És valójában most lettünk kész, nagyon kevés időnk volt, 1 év alatt tudtuk tető alá hozni, ahogy így most látjuk. A kormányzati támogatás az fix összeg volt, ez nem lehetett több. Elkezdtük, és nem az volt a célunk, hogy ebből a pénzből jöjjünk ki, hanem az volt a célunk, hogy olyan építsünk, ami a jövőre is előre tekint. Tehát hosszú távban gondolkoztunk, és ezért építettük ilyen szépé. A szálló reményeink szerint pozitív hatással lesz Karcag gazdaságára is. A cégek számára segítséget nyújthat a dolgozói állományuk toborzásában és megtartásában is, mondta avatójában Szatmári Zoltán, a Szatmári cégcsoport tulajdonosa, aki elmondta, február végére a földszinten épületgépészeti cikkeket forgalmazó üzletet is megnyitnak. Szepesi Tibor polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a malomszállóval valóban egy csodát láthatunk, hiszen akik itt jártak az előző években, évtizedekben, azok egy elhanyagolt iroda épületet láthattak. Ahogy a köszöntőben is elmondtam, valóban egy csodát láthattunk, hogy eddig csak kívülről csodálhattuk meg ezt a csodát, ami végbe ment ezen a területen, hiszen akik itt jártak az előző években, évtizedekben, azok látták, hogy egy lepukkant irodaépület, amivel szembeállunk, előtte elgazosodott terület, össze-vissza növő fák, elhanyagolt árok, maga az épület is folyamatosan omlott róla a vakolat, igazából be voltak törve az ablakok, tehát láttuk azt, hogy hogy néz ki. És aki ma elmegy itt az épület előtt, vagy elment az elmúlt napokban, hetekben, az látható, hogy egy teljesen megújult épületről van szó. Aki most bejött és látta belül is, mint ahogy mi is meg tudtuk nézni most az átadó ünnepségen, az látható, hogy belül is egy csoda az, ami kialakult, hiszen nyomaiban sem található meg az egykori irodaépület. Valóban egy olyan minőségi munkásszálló, egy olyan minőségi szálláshely alakult ki ebből az épületből, amely meghatározója lehet és lesz is, azt gondolom, Karcagváros életének, akár a turisztikai életnek, akár pedig a szálláshelyeknek. Ugye mindig nagy gondban voltunk, amikor nagyobb rendezvényt kellett tartani a településen, legyen ez egy sportrendezvény, kulturális rendezvény, maga a birkafőző fesztivál, hogy nem volt elég szállás lehetőség. Hát most azt gondolom, hogy ez a 80 férőhelyes munkásszálló, ami természetesen elsősorban munkaerőpiaci lehetőségek miatt került kialakításra a kormány támogatásával. Azt gondolom, hogy olyan esetekben, amikor ez lehetséges, akkor természetesen ezeket a célokat is fogja szolgálni. Úgyhogy én szeretném megköszönni itt a televízió képernyőjén keresztül is Szatmári Zoltánnak, az ő cégcsoportjának, munkatársainak azt, hogy létrehozták ezt a csodát, kialakították, elképzelték.
és hát nyilván mindenképpen szeretném megköszönni a magyar kormány támogatását, hiszen nélkülük, a magyar kormány támogatása nélkül, azzal az összefogással, amely a gazdasági életben most Szatmári Zoltánban öltött testet, megvalósulhatott ez a beruházás. Karcag ezzel is szebb lett, jobb lett, és Karcag ezzel is tovább fejlődik. Jó érzés azt látni, hogy a vasútállomás környéke megújult, és azt gondolom, az épület éke Karcagnak. Belülről, mint egy csodálatos szálloda, olyan ez a munkásszálló, és a januárban nyíló fürdőszobaberendezési szaküzlettel nem csak Karcag, de az egész térség gazdagodik, fogalmazott F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő. Az ember lassan hozzászokik idővel, hogy valami romos állapotban van, valami el van hagyatva, és szinte már hozzászoktunk, hogy ez a rizshántoló malomnak a területe és az irodaházak romos és elhanyagolt állapotban voltak. És olyan jó érzés azt látni karcagiként, hogy itt a vasútállomás környéke, a rizshántoló épülete, a malomrész, az irodarész megújult, és én azt gondolom, hogy éke most már Karcagnak. És belülről, mint egy csodálatos szálloda, olyan a úgynevezett munkásszálló, és most azon a helyen állunk, ahol meg fog nyílni valamikor januárban ez a fürdőszoba berendezési szaküzlet, és én azt gondolom, hogy ezzel Karcag mindenképpen gazdagodott, és de nem csak Karcag, hanem az egész térség. Említettem, hogy gyermekkoromban, amikor valaki jött ide Karcagra, megkérdezte, hogy mi ez a hatalmas épület, és mi büszkén mondtuk, hogy Közép-Európa legnagyobb rizshántoló malma, és azt gondolom, hogy ha valaki vasúttal érkezik Karcagra, vagy innen utazik, akkor szép látvány tárul elé az új, megújult épületek, ez a szálló, ez a fürdőszobaszaküzlet. Én azt gondolom, hogy szépült Karcag, és büszkék lehetünk itt a vasútállomás környékére, de büszkék lehetünk az egész városra, hiszen ha körbe megyünk a városba, akkor lépten nyomon valami megújul, valami megszépül, valami bővül, és ez folytatódni fog az elkövetkező időszakban is. Elmondhatjuk, hogy a kormány jól dolgozik, a kormány jól dolgozott, az ország gazdasága jól teljesít, ezt köszönhetjük az innen származó, Karcagról származó pénzügyminiszternek, Varga Mihálynak is, de ez mindannyiunk közös munkája. Minden magyar, aki dolgozik, aki letett valamit az asztalra, az láthatja, hogy gyarapodik az ország, ennek van eredménye, és gyarapodik Karcag városa is. Ilyen régen volt, hogy autópályák épülnek, megújulnak városok, munkahelyteremtő beruházás, és egy kicsit Karcagra is ide, az Alföld egyik nehezebben megközelíthető pontjára, ide Karcagra is egyre több beruházás jön. Ha végigmegyünk a négyesen Karcag mellett, akkor azt látja, hogy a Revebázis, a Napelempark, az Agrosprint telephelye, tehát épül, szépül a térség, épül, szépül Karcag. Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint a munkásszállások fejlesztése program legfontosabb üzenete, hogy elhagyott épületeket újítsanak fel, vegyenek használatba önkormányzatok, vállalkozások, illetve az, hogy ott, ahol munkaerőpiac hiány keletkezik, legyen lehetőség arra, hogy távolabbról is érkezhessenek munkavállalók, akiknek lakhatást is tudnak biztosítani. A legfontosabb üzenete, hogy elhagyott épületeket újítsanak fel, vegyenek használatba az önkormányzatok vagy vállalkozások, illetve az, hogy ott, ahol munkaerőpiaci hiány keletkezik, dolgos kézből kevés van, ott legyen lehetőség arra, hogy esetleg közelebbről, távolabbról érkezettek letelepülhessenek. Természetesen ez nem nagyon hosszú időre szól, van, aki csak néhány hétig, néhány hónapig, egy-két évig vesz igénybe, ez mindenkinek az egyéni szabadsága. Az összeg, amit a hazai nemzeti alapból finanszírozunk, az országosan most ebben a kiírásban például 11 milliárd forint. Tehát nagy számokról beszélünk. Vannak kisebb-nagyobb projektek, A-típusú, B-típusú, C-típusú ajánlatok. A legkisebb a gazdaságosság szempontjából az 80 fő kell, hogy legyen. Itt egy ilyet választottak a helyi kivitelezők, illetve hát a tulajdonos, és azért, ha belegondolunk, azért 80 fő sem kevés. 80 fő, aki itt teltház esetén reggel munkába indul, este hazatér, vagy esetleg ha műszakos munkában van, akkor ugye még érdekesebb a helyzet, vagy arról folyamatos jövésmenés van. Azt is kértük, hogy 4 embert foglalkoztasson a program keretében a tulajdonos, hiszen kell, hogy gazdája legyen ennek a háznak, és hát vigyázni kell nyilván a biztonságra, vigyázni kell az értékekre. Az összeg nagyságrendileg úgy alakul, hogy az önkormányzati pályázók esetében a támogatási összegnek 70-80%-át tudjuk biztosítani.
A vállalkozásoknál egy picit más a helyzet, hogy 50%-ról indul, de attól függen, hogy melyik térségből pályáznak, ez fölmehet akár 70%-ig. Tehát ezért nem lehet országosan megmondani, hogy melyik pályázat, melyik program milyen intenzitással bír, mert hogy területenként változhat. Ennek oka van, ez nem ilyen különleges hóbor, pontosan az az oka, hogy a keleti régió, ahonnan én is származom, önök is itt élnek, azért ez kapjon most több segítséget. Köszönjük szépen azt a lendületet, amit eddig a főváros tett, most már azért szeretnénk vidéken is haladni, és hát ennek a programnak, meg sok más programunknak a keretében is fontosnak vélik, hogy vidéken is létesülhessenek értékes intézmények, jöjjenek létre olyan cégek, akik esetleg a munkásszálló programot igénybe tudják venni, tudjanak fejleszteni, tudjanak merészebbeket álmodni. Jó néhány programunk van ezen kívül is, de talán ez a leglátványosabb, hiszen ahogy említettem, lehet, hogy évek, sőt évtizedek óta üresen álló épületekbe sikerül visszaköltöztetni újra a fejlődés szellemét, szellemiségét, és hát ez nagyon-nagyon fontos. Gondoljunk csak bele, hogy mit érezhettek a szomszédok, amikor éveken keresztül azt látták, hogy itt bizony nincs semmi. Mit érezhettek azok az utasok, akik itt a vasútállomás környékéről ide pillantottak, és azt mondták, hogy ez Karcag? Hát most már majd azt fogják mondani, hogy ez Karcag, és ez szerintem sokkal szebb mondat. Dr. Berkó Attila megyei kormány megbízott szerint is példaértékű a szatmári cégcsoport beruházása, hiszen amikor munkásszállóról és munkalehetőségről beszélünk a megyében, akkor olyan fontos elemét jelenítjük meg az elmúlt időszaknak, amely a jövő szempontjából meghatározó. Ha munkásszálló van, és van munka, és vannak ilyen kiemelt beruházásaink, mint itt Karcagon, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon szép jövőt vetíthetünk Jászlókos-Szolnok megyé vonatkozásában az elkövetkezendő időszakra. És mindenféleképpen szeretném azt mondani, hogy nagyon szükség volt Karcagon egy ilyen beruházásra, hiszen amellett, hogy az épület, a malom, szinte most már az egész környezet megújult, szinte régi fényében, vagy talán annál szebb állapotban van, nagyon komoly gazdasági erőt és potenciált fog majd bírni ez a munkásszálló, és bármilyen építkezésnek, akár mondjuk az épülő négysávos M4-es vonatkozásában is egy kiváló lehetőség arra, hogy azok a vállalkozók, akik nem hosszú távon utaztatják a munkaerőt, hanem elszállásolják, azoknak megvan a lehetőség erre. Most a városunk polgármestere kéri a figyelmüket. Kedves karcagi lakosok! Elérkezett az adventi várakozás legszebb pillanata. Karácsony estéje van, a család, a szeretet, az összetartozás ünnepe. Amikor ma összegyűlünk a feldíszített fenyőfa mellett, s meggyújtjuk a gyertyákat, óhatatlan, hogy szemünk előtt meg ne jelenjenek életünk boldog pillanatai, gyermekkorunk emlékei, nagyszüleink, szüleink arca, gyermekeink, unokáink csillogó tekintete, baráti ölelések, gesztusok, felejthetetlen élmények. Jézus születésnapja a kereszténység legjelentősebb ünnepe, mely ünnepet az emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különböztet meg a hétköznapoktól. A mai napon jobban figyelünk magunkra, egymásra, s jobban figyelünk embertársainkra is. Mert a karácsony mindezek mellett az összetartozás jeles ünnepe is. Nem csak a családok, rokonok összetartozásának bizonyítéka, hanem az is, hogy mindannyian egy nagyobb közösség fontos tagjai vagyunk. Őrizzük meg ebből az ünnepből a legszebb pillanatokat az eljövendő év hétköznapjaira, hogy azokból a napokból is tudjunk majd kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljeset, a megszokottól eltérőt varázsolni. Mit is kívánhatnánk magunknak a következő évre? A házakban mindenhol kalács illatozzon, fenyőfák alatt gyertyaránk lagyogjon. Szívekbe költözzék nyugalom, szeretet, hozzon a karácsony békét és örömet. Kívánok a város egész lakosságának egészséget, békességet, anyagi biztonságot és szerencsét. Kívánok áldott, békés, boldog karácsonyt. Térségünk és városunk országgyűlési képviselője szeretné megosztani önökkel karácsonyi üzenetét. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Ilyenkor, az év végén mindenki egy kicsit befelé fordul, szerettei, családja felé. Ilyenkor elcsendesedik a lélek is. Minden kedves nézőnek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben és egészségben gazdag új esztendőt kívánok.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Köszönjük egész éves figyelmüket, meghitt áldott ünnepeket kívánunk Önöknek!